Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Nyíklátházi Televízió március 11-i műsorát látják. Mai adásunkban tájékoztatást hallgathatnak meg Tóth Balázs polgármester úrtól a város 2021. évi költségvetési rendeletéről. Beszámolót láthatnak az óvodások hagyományos télűző eseményéről. Megismételjük a képviselőtestület tagjainak nőnapi köszöntőjét, és bemutatjuk az Utcafront című köztéri kiállítás újabb alkotását, illetve alkotóját. Aktuális híreink. Visszavonásig szünetel a Nyíklátházi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Az ügyfelek telefonon, e-mailben, az ASP-rendszerben vagy e-papír szolgáltatáson keresztül intézhetik ügyeiket. Kérjük a lakosságot, hogy a papíralapú beadványokat a hivatal postaládájában helyezzék el. Március 22-ig szünetel a nappali ellátás a Nyíklátházi Gondozási Központban. A házi gondozás és a szociális étkeztetés zavartalanul működik. Március 8-ától április 7-ig rendkívüli szünetet tart a Dargai Attila Gyermekvarázs óvoda és bölcsőde. A bölcsődei csoportok azonban egyéb kormánydöntésig továbbra is működnek. Tantermen kívüli digitális munkarend lépett életbe március 8-ától március 31-ig a Nyíklátházi Kossuth Lajos Általános Iskolában. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 7-én lesz. A vonatkozó kormányrendelet értelmében zárva tart és a szolgáltatások is szünetelnek a Furman Imre Művelődési Ház és Könyvtárban. A könyvtárban személyes megjelenést igénylő szolgáltatás nyújtani nem lehet, ezért a Városi Könyvtár előreláthatólag március 22-ig szintén zárva tart. A kölcsönzött könyvek visszaadási határideje természetesen meghosszabbodik. Változott a Nyíklátházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje. Eszerint hétfőn 8 és 12 óra, szerdán 10 és 16 óra, csütörtökön pedig 8 és 12 óra között tartanak nyitva. Egyéb ügyintézés ügyfélfogadási időn kívül telefonos egyeztetés után lehetséges. Pincés Piroska családsegítő a 0620 661 71 32-es telefonszámon kereshető. Életének 66. évében elhunyt Járcsics Emil, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség követe, Venez díjas mesterszakács. Városunk lakosa Járcsics Emil 1955-ben született, és szakácsként dolgozott a Bükkvidéki Vendéglátó Vállalatnál, a Palota Szállóban és a Miskolci Egyetem központi konyhájának konyhafőnökeként is. Fiatal szakemberként lehetősége nyílt a magyar gasztronómia megismertetésére, többek között Finnországban és Németországban. A Berzevici Gergely szakközépiskola szakoktatójaként, majd gyakorlati oktatás vezetőjeként több ezer diákkal és felnőtt képzésben résztvevővel ismertette meg a szakács szakmán keresztül a vendéglátást. A Magyar Gasztronómiai Szövetség Miskolc környékének régiós elnökeként felbecsülhetetlen érdemeket szerzett ennek a térségnek. Az első gasztrocsata első helyét ő nyerte meg, megalakította a gasztrosuli főzőiskolát, melyet több mint egy évtizedig koordinált. A miskolci gasztronómiai rendezvényeken is folyamatosan jelen volt, a Kocsonya Fesztiválokon diákjaival képviselte iskoláját, de ő maga is részese volt például a látványkocsonya versenyeknek. Az utóbbi évtizedekben egyre népszerűbbé váló főzőversenyeken zsűritagként rendszeresen képviselte a borsodi szakácstársadalmat. Keze alatt több mint 5 millió étel készült el, és tudását több ezer fiatalnak adta tovább. Városunkban a Tónap rendezvényének főzőversenyét szakmai és jóbaráti gondoskodással önzetlenül koordinálta, vezényelte és elnökölte is éveken át. Egy olyan kollégától kell búcsút venni, aki emberségből, szakmai alázatból, barátságból sokunk számára példaként fog szolgálni. Búcsúzunk a saját magát vidéki mezít lábas szakácsjelzővel illető tanártól, szakácstól, vendéglátós kollégától, sokunk barátjától, írta a Miskolci Vendéglátósok baráti köre. Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjon békében.
Mai első riportunkban Tóth Balázs polgármester úr ad tájékoztatást városunk 2021. évi költségvetési rendeletéről. Sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Kérem, engedjék meg, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletet egy kicsit részletesebben bemutathassam. A költségvetési rendelet előkészítése a jegyző feladata, a gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint oszlik meg és kerül szabályozásra. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület felelős, a gazdálkodás szabályszerűségéért pedig a polgármester. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatait, amiből Nyíklátházának van bőven. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része, a központi alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Hogy milyen támogatásokat kap a kötelezően ellátandó feladataira Nyíklátháza város önkormányzata, szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni. Az önkormányzat feladatfinanszírozási rendszerben támogatást kap a hivatal működéséhez, zöld területgazdálkodáshoz, közvilágításhoz, köztemető támogatáshoz, közutak támogatásához, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátásához, nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításához, köznevelési feladatok ellátásához, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához és egyéb szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások működtetéséhez. A bölcsödét is támogatja az állam, gyermekétkeztetést is támogat az állam, kulturális feladatokat is támogat az állam, így összesen a bevételi főösszeg nagy részét az állami támogatások adják, amelyek természetesen elszámolási kötelezettséggel kerülnek folyósításra. Ez az összeg, a támogatások összege 400.263.662 forint. A költségvetési rendeletbe úgynevezett felhalmozási célú támogatás is be lett tervezve bevételi oldalon. Ez 13.637.850 forint, ami a belterületi csapadékvíz elvezetés többlettámogatási folyósított összege. Finanszírozási bevételként terveztünk 412.592.364 forintot. Ez leginkább a 2020. évi maradványokból tevődik össze, és az önkormányzati lekötött kincstárjegyekből. Működési bevételként 48.241.000 forintot terveztünk, ami leginkább készletértékesítésből, bérleti díjakból és ellátási, étkezési, térítési díjakból folyik be. Egyéb működési célú támogatás is van betervezve a költségvetésünk bevételi oldalán. Ez a közfoglalkoztatás bevétele, a védőnő és az iskola egészségügyi ellátás fedezésére szolgáló állami támogatások, amit a NEAK utal, és intézményekben foglalkoztatott bértámogatásban részesülők támogatási összege szerepel, ez 19.301.000 forint. Az önkormányzatnak bevételi oldalon vannak úgynevezett közhatalmi bevételei, az építményadó, telekadó, iparűzési adó és a talajterhelési díj. Azonban a koronavírus világjárvány gazdasági hatásai városunk 2021. évi költségvetésében is megjelenik. A gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti meg. Továbbá a kormányrendelet értelmében a helyi adórendeletünkben megállapított 2%-os adómérték helyett 1% lehet a mikro, kis és középvállalkozások esetében az úgynevezett helyi iparűzési adó. A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásai 2021. évben Nyíklátháza város költségvetésére vetítve egy 62 millió forintos bevételkiesést jelent a korábbi évekhez képest. Megjelent egy kormányrendelet,
amely a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatokat a kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatja. A megállapított támogatás két egyenlő részletben fog majd megérkezni, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kerül majd folyósításra, tekintettel arra, hogy a kapott támogatás pontos számszagi összege a rendelet tervezett készítésekor nem volt ismert, ezzel az összeggel nem terveztünk. Ha megérkezik ez az összeg, az általános tartalékba lesz csoportosítva. Ezekből a számokból és bevételekből jön össze a költségvetési rendeletünk fő összege, amely bevétel soron 995.536.376 forint. Ahol van bevétel, ott ugye van kiadás is. A költségvetési rendelet kiadási tartalék során 152 millió forint szerepel, amely keretén belül az általános tartalék mértéke 7 millió forint. A testület 5 millió forintban állapította meg az előző években, azonban azt gondolom, hogy egy jó döntés következtében felemeltük ezt az úgynevezett általános tartalék alapot 7 millió forintra. Ez az évközben nem várt kiadások finanszírozására fordítható, természetesen képviselő testületi döntés nyomán. Környezetvédelmi alapcéltartalék, ez 12 millió 607 ezer forint. Egy 2003-as önkormányzati rendelet hozta létre a környezetvédelmi alapot, amelyben a talajterhelési díj és a környezetvédelmi bírságok kerülnek feltöltése. Nagyon kötött a felhasználhatósága a környezetvédelmi alapnak, egy alszámlán található ez a pénz. Vízközműrendszer használati díj összege, ez 17 millió 156 ezer forint, ez leginkább a Borsod víz rendszer használati díja, amely ugyancsak kötöttségekkel kerülhet felhasználása. Csapadékvíz elvezetés önrész, ez 15 millió 877 ezer forint, hiszen a déli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése következtében szükség volt a többlettámogatási igényünk mellett önrész hozzárendelésére, hogy meg tudjuk valósítani ezt a pályázatot, ez 15 millió 877 ezer forint. Lekötött értékpapírok összege 100 millió forint. Ez az a tartalék, amihez úgy gondolom, hogy nem szabad hozzányúlni, még a nehéz helyzet ellenére sem. Kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások közül a személyi juttatások kerülnek a legnagyobb összegben 351.332.076 forintos betervezésre. A város költségvetési szervei, Nyíklátháza város önkormányzata, Nyíklátházi polgármesteri hivatal, Dargai Attila gyermekvarázs óvoda és bölcsöde, Furman Imre művelődési ház és könyvtár, Nyíklátházi gondozási központ. Itt az engedélyezett létszám 114 fő. Tehát a költségvetési szervek dolgozóira vonatkoztatva a személyi juttatás 351.332.076 forint, a kiadási oldalon ez az egyik legnagyobb összeg. Sajnos ennek a járulékos költsége majd 60 millió forint kiadás jelent. Dologi kiadások az intézmények működéséhez és a kötelezően ellátandó feladatok megoldására 219 millió 752 ezer forint van betervezve. Egyéb működési kiadásra 163 millió 341 ezer forint. Van betervezve úgynevezett ellátottak pénzbeni juttatása, ez a rendkívüli települési támogatás és a települési támogatás mértéke, és ide van betervezve az év végén az idősek egyszeri szociális juttatása is. A felhalmozási költségvetési kiadások így 177 millió 509 ezer forint, itt realizálódik egy alszámlán az elnyert pályázatok állami támogatása. Tehát összesen 979 millió 525 ezer 829 forint jelenik meg kiadási oldalon, ehhez kell még hozzászámítani a finanszírozási kiadásokat, ami 16 millió 10 ezer forint, ez tavaly decemberben utalt normatíva előleg, amelyet ugyancsak kiadási oldalon kell szerepeltetni, így jön ki kiadási oldalon is a 995 millió 536 ezer 376 forint, hiszen egyensúlyban kell lenni a gazdálkodásnak bevételi és kiadási oldalon. Mindezek ismeretében azt gondolom, hogy elmondható, hogy egy fenntartható,
a gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartását szem előtt tartó költségvetési rendelet lett elkészítve, ahol az önkormányzat és az intézmények biztonságos, takarékos és gazdaságos, valamint azt gondolom hatékony működését preferáló költségvetési rendelet kidolgozásra került. Nagyon fontos, hogy a kötelező ellátandó feladatok elsődlegességet élvezzenek, és meg kell valósítanunk az elnyert pályázatokat. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. A télűzés jellegzetes szimbóluma a kiszebáb égetés, amikor is február végén a tavasz közelettével télűző rigmusok kíséretében égetik el a gyerekek által készített szalmabábot, amely a telet, a rosszat és a gonoszt jelképezi. Ezt a régi hagyományt több éve ápolja a Dargai Attila gyermekvarázs óvoda és bölcsőde. Idén sem történt ez másképp. A mai nap azért vagyunk itt, hiszen még nemrég farsangoltunk. Arra biztos emlékeztek, ugye, mikor jót bulisztunk a csoportszobákba, és nagyon-nagyon szuper jelmezekbe vonultatott fel. Most pedig azért vagyunk itt, kiskezecskétekbe különböző bábokkal, meg egy óriási nagy bábot hozott Magdika néni és Edith néni, azért, hogy ezt elégessük ma. De miért fogjuk elégetni? Én átadnám... Így van, azért, hogy elűzzük a teret, a hideget, ezt a szomorú, ködös időt. Én azért annyira reménykedtem abban, hogy ma egy kicsit ki fog sütni a nap, de mi most azért vagyunk itt, hogy az legyen, hogy a hideget, a szomorú időt és a sok-sok betegséget elűzzük, meg azért, és át is adom Magdika néninek a szót, hogy elmondja, hogy miért jöttünk mi még ide, és miért van ennyi sok szép dolog a kezecskétekbe. Sziasztok! Ki az, aki várja a tavaszt? Egy nagy kiáltással válaszoljon! Hoztatok-e kiszebábot? Igen! Emeljétek fel és egy kicsit táncoltassátok meg úgy, mint Őrzsét. Mi elneveztük Őrzsének. Őrzsét tűzre tesszük, hogy elvigye ezt a rossz időt. De mielőtt elégetek. Nagyon szeretném, hogy egy kis rosszai énekel segíteni. Erzsébet, szavarok váró gondolka, támadsz hideg, orr vagy hó, hagyd itt minket télapó, küld a lányod maga tejet, mondd meg neki, elfelejtsz, hozzá el a leget, fóját, fessék, húzjálok, és a szeretőjék ebben. Keressük meg a legkisebbeket! Yeah.
Rendhagyó nőnapi köszöntőt tartottak városunk vezetői. A múlt heti eseményt a következő percekben idézzük vissza. Az elhangzás sorrendjében Tóth Balázs polgármester urat, Türk János alpolgármester urat, valamint Bodnár László, Körhegyi István és Marján Miklós képviselő urakat hallhatják. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket, ezekben az ünnepi napokban megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a hölgyeket.
Ha a nőnapra gondolok, mindig egy személyes emlék jut eszembe. Majd a 15 évvel ezelőtt már volt szerencsém egy nőnapi rendezvényen szerepelni. Egy verset mondtam és azt tanultam meg. Azonban a színpadon az akkori polgármester úr, aki egy nagyon szerethető polgármester, és azt gondolom, hogy a női nem nagy tisztelője, egy történetet mondott el, amely teljes beleéléssel és odaadással mondta el, és nagyon nagy tetszést váltott ki a nézőtérről. Nagyon tetszett a jelenlévő hölgyeknek. Engem is magával ragadott a történet. Már akkor megfogadtam, hogy egyszer lehetőségem nyílik rá, elmondom én is ezt a történetet. Tehát fogadják sok szeretettel Darvas Iván a Nő teremtése című, azt gondolom véget nem érő eposzt. Amit mondok, nem ma történt. Sok millió éves dolog. Elmesélem, hogyan teremtette az Úr a nőt. E monda alapja indul, s oly igaz, hogy ki hallja, nem lehet, hogy meg nem indul. Szóval, az Úr először férfi embert alkotott. Ezzel teltek hosszú évek, alkonyok és nappalok. Ami szép volt, ami jó volt, mind ebbe fektette bele. Ő maga is megcsodálta, mikor készen lett vele. Magas homlok, domború melkas, sziklát görgető karok, és a többi, és a többi. Felsorolnom, nem is érdemes. Szeme, füle, lépe, mája, lába, hogy lépne rája. Ha így visszagondolok, csupa, csupa jó dolog. Na, de közben hiba történt. Elfogyott a nyersanyag. Miközben a férfi így remek lett, a nő megfenek lett. Na de Isten, azért Isten, mérhetetlen bölcsességgel, mindig jó dolgokra int, s tudja, ha segít magán, Isten is megsegíti, mivel így nagy volt a probléma, csak annál elszántabb lett ő, s nekiállt nőt csinálni. Ahogyan ma mondanánk, mindenféle műanyagból, hogy mi volt benne, nem lesz könnyű dolgom véges végig elsorolni. És most a történetet megszakítanám egy zárójeles megjegyzés kedvéért, hiszen nagy szerencsénk van az összetevőkkel kapcsolatban. A Városgondnokság raktárába tételesen minden összetevő szerepel. El is kértem Városgondnokság vezető úrtól a leltár ívet, csak a történelmi hűség kedvéért, hogy pontosan tudjam idézni az összetevőket. Én azt gondolom, hogy a férfi társaimnak ismerősek lesznek az összetevők. Első tétel. Az ezüsthold kereksége, pálmasudár merevsége, őszi felhő mélabúja, méhegedű néma húrja, őzikének kecsessége, majmok csacsi fecsegése, május üde tavassága, csörgőkígyó ravassága, fák közt nyögő szél fuvalma, ez speciál nehéz volt beszerezni. Bőszoroszlán rémuralma, pávatolla pulyka mérge, gyávanyúlnak rettegése, kisverébnek puha pejhe, illatozó rózsakejhe, felparázsló tűzvarázsa, csorgatott méz, édes íze, szomjósága tiszta vízre, nyári zápor rétkeserve, téldühétől szétseperve, bátor tigris vadharagja, kis pacsirta trilla hangja, és a többi, és a többi, és a többi, még az is, ami itt a leltár éven nem szerepelt. Mondtam, hogy ismerős lesz férfi társainnak. Nem volt már a férfi árva, hiszen az új teremt, mint az Úr, neki átta. Egyesek szerint rásózta az ő nyakára, ez természetesen nem az én véleményem. Alig telt bele pár nap, mén az Úrhoz a férfi, s panaszkodik azt remélve, az Úr csak megérti. Újra egy zárólás megjegyzést szeretnék tenni. Szerencsénk van, hiszen a hivatal irattárában megvan ezt a beszélgetést rögzítő jegyzőkönyv szövege, csak hogy pontosan tudjam idézni, milyen beszélgetés zajlott le az Úr és a férfi ember között, az ő legcsodálatosabb teremtménye között. Uram, szól a férfi, kezer miért ver? Rettenetes egy teremtmény, akit adtál, az a némber. Szája be nem áll, ha fecseg. Egyszer nyűgös, másszor beteg. Minden semmiségért zokog. És szeszélyes és veszélyes, hogyha egy kis öleléshez néha napján hozzáfogok. Máskor, hogy is mondjam,
Mohó, izzik, mint a tüzes kohó, kábír bódít, mint az óbor. Csak az a baj, sose jókor. Elpusztulok vele élve, így könyörgök, vedd őt vissza, nincs szükségem feleségre. Szólt az úr, aki nagy ravasz volt. Látom, nincs belőle hasznod, nem erőszak a disznótor, visszaveszem én az asszonyt. Nem telt bele alig pár nap, mén az úrhoz a férfi, s panaszkodik azt remélve, csak megérti. Kettes számú jegyzőkönyv. Uram, szól a férfi, én sem értem. Hiányzik a némber, ettől vagyok én most bajba. Hiányzik a dalos ajka, milyen kedves, mikor fecseg, megható, ha néha beteg. Hogyha szenved, hogyha zokog, s milyen hálás, milyen boldog, hogyha egy kis öleléshez néha napján hozzáfogok. Mámorító, mikor muhó, izzik, mint a tüzes kohó, kábír, bódít, mint az óbor, sose rosszkor, mindig jókor. Nincs örömöm csak vele élve, így könyörgök, add őt vissza, szükségem van feleségre. Szólt az úr, ki nagy ravasz volt, látom, látod már a hasznod, visszaadom én az asszonyt. Nem telt bele alig pár nap, mén az úrhoz a férfi, s panaszkodik azt remélve, csak megérti. Hármas számú jegyzőkönyv. Uram, a férfi ember, én sem értem, de csak némber az a némber. Sok bosszúság, kevés öröm. És a csóknál több a köröm. Köröm, karom, fecsej, szitok. Ha úgy látja jónak, kidob. Minden baj ér engem okor. Vele élnem tüzes pokor. Így könyörgök, legyen vége. Vedd őt vissza, sose lássam. Nincs szükségem feleségre. Na ez már azért sok volt az úrnak. Nagyot csapott az asztalra. Volt időt, hogy kiismerjed. Nekem is van egy kis eszem. Tőled többet vissza sosem veszem. Oktalanságodon okulj, ahogyan tudsz, most már úgy boldogulj. Ezt a mérget hordanod kell, akárhogyan éget is. Fogd az asszonyt, különben beszüntetlek téged is. Sok millió éve már ennek, de a helyzet nem sokat változott. Ma is így vagyunk a nőkkel. Hol áldott, ki sem merem mondani, hol átkozott. Nyögünk, hogyha velünk van, akkor is, ha elhagy. Ezt csináljuk, amíg élünk. Így jön el az akkor is. Míg ez a világ, világ, össze sose békülünk. Tragédiánk egy mondatban, se velük, se nélkülük. Eddig tartott a történet, természetesen ez nem így van. Csak is a nőkért, és csak is a nők által élünk. Engedjék meg, hogy nőnap alkalmából jó egészséget kívánjak. Sok erőt és sok-sok türelmet a férfi társadalom elviseléséhez. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves lányok, asszonyok! Március 8 a nők napja. A tavasz első kedves ünnepe. És bármennyire megkopott már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes ünnepelni. Mert hogy ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra a napsütést, a rügyfakadást. Ismerjük be, férfi társaim! Életünkben mindig központi szerepet játszott és játszik a nő, akár feleség, anya vagy barátnő szerepében. Nélkülük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan megfogalmazta, a férfi sorsa a nő. Évszázadok óta éneklik meg a költők szebbnél szebben fejezve ki mindazt, amit legbelül érzünk a nők iránt. A férfiak tudják, hogy a nő szívéhez közel, a szavakon át visz az út. Meglátnak minden apró jelet, és meghallják a legkisebb füllentést, mert szeretnek bennünket, férfiakat. Ez a titok. Szeretnek minket, mert a nők az élet hordozói, ápolói, nevelői. Mikszáth azt írta egyszer. Az asszony és a cserép hamar törik. Felismerő és figyelmeztető szavak ezek mindannyiunk számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek, megértést és azonosulást. De nem csak a nőnapon, a virágos ünnepen. Móra Ferenc gondolatai muníciót is adnak ehhez.
A nő addig szép, amíg szeretik. A nők ellátnak minket mindenföldi jóval, sőt jóval többel, mint járna nekünk érdemünk szerint. A nők a világ jobbik fele. Igaz a bölcsmondás, keresd a nőt. Minden értük és miattuk zajlik, és zajlott ezen a világon. Mi férfiak hálásak vagyunk a nők gondoskodó türelméért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek melegéért. Március 8 hivatalosan is a nőké. Ma egy szál virággal vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit 364 nap számos alkalmával nem tettük meg. Ne feledkezzünk hát meg róluk ezen a szép tavaszi ünnepen, köszöntsük őket virággal, mosollyal, és szeressük őket tiszta szívvel. Kedves lányok, asszonyok! Kívánom, hogy legyenek mindig szépek, kedvesek és végtelenül boldogok. Kedves nyéklátházi nők, leányok, asszonyok! Köszöntőt mondok ezen a szép napon, kezemben virággal, mosolyjal arcomon. A nők iránti tiszteletem és megbecsülésem napja alkalmából szeretném megosztani önökkel, veletek, Csitári Hog Tamás ünnepi gondolatait. Az igazi nőt a férfi engedi élni, mert a nő ugyanúgy ember és társ, a férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte, moshat, főzhet, takaríthat, de nem azért, mert ez a dolga, hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz és viszonoz. Talán mos, főz, takarít vele együtt. Vagy csak egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá, ha nincs kész időre az ebéd, vagy kicsit gyűrött az ing. Mert nem ez a legfontosabb számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a külsőség, hanem a társ. A nő az igazi. Minden kedves ünnepeltnek ezúton is boldog nőnapot kívánok. Kedves hölgyeim, engedjék meg, hogy nőnap alkalmából a következő sorokkal köszöntsem önöket. Nőnap alkalmából köszöntjük ma szeretettel őket, földünk legszebb és legtitokzatosabb csodáit, a nőket. Akik nélkül elveszne az egyensúly a világban, káoszt teremtenek, de rendet is csinálnak. Lényük körül ott lebeg az örök rejtély, velük szemben férfi sosem nyert még. Bár volt, ki hitte, s ez okozta vesztét. Szeretünk titeket. Szeretünk, akármit is mondunk, mert miénk az életünk, de ti vagytok a sorsunk. Kedves Nyíklátházához kötődő hölgyek, fogadjátok szeretettel nőnap alkalmából Aranyosi Ervin versének néhány sorát. Tudod, a nő. Szeretetével ápol, megvigasztal. Étellel telik általa az asztal, s mint madár úgy épít puha fészket, s mint őrangyal úgy óvja az egészet. S ha jó az est, megveti puha ágyad, a szomjazol rá, csillapítja vágyad. S bár néha kelthet vihart, zivatart, de megnyugszol, ha két karjában tart. Mennyei szépség, és olykor gyötrelem, odaadó, vagy épp könyörtelen. Néha az élet szép harmóniája, s olykor a földi értelem halála. A szerelemnek földi helytartója, az életnek fűszere, tiszta sója, s minden, miért még élni érdemes, tudod, a nő, az mind tökéletes. Különleges helyzetben van városunk, hiszen két hetente mindig újabb és újabb grafikát tekinthetnek meg az egriszepesi kastély előtt elhaladó járókelők és átutazók. Kulturális életünk már régóta az online térre korlátozódik. Az utcafront grafikái azonban a szabadban, szokatlan módon, de biztonságosan kínálnak látnivalót. Plakátméretre történő felnagyítások nem csak a közönség számára újszerű, de a művészek is izgatottan várják, hogyan működik ekkorában és az utcára kitéve munkájuk. Ismerkedjünk meg most Szíj Kamilla budapesti grafikus művész látványos alkotásaival.
Szíj Kamilla művészetét a minimalizmus, a visszafogott anyag és színhasználat, a narrativitás elvetése, továbbá a redukció és a végtelen gazdagság, a rész és egész, a konceptualitás és a finom érzékiség, a rend és káosz, a mikro és a makrokozmosz együttállása jellemzi. Szíj Kamilla egy riportban így nyilatkozott művészetéről. Szándékom szerint rajzaim kapukat nyitnak, ahelyett, hogy konkrét történeteket vagy figuratív helyzeteket képeznének le. Olyasmit próbálok meg létrehozni, ami ahhoz hasonló, mint amikor felnézek a csillagos égre. Ott sem konkrét történeteket látok, hanem a látható világon túllépve bóklászom, gondolkodom, és ilyen típusú képek létrehozására törekszem. A kirakat és dekoratőr szakmunkásképző iskola után felsőfokú tanulmányait Németországban vizuális kommunikáció szakon végezte, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen doktorált. 1990 óta vesz részt jelentős hazai és nemzetközi kiállításokon, művei számos közgyűjteményben megtalálhatóak. Munkáját 2004-ben Munkácsi díjjal ismerték el. Ezzel mai adásunk végéhez ért, köszönjük figyelmüket, találkozzunk két hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!